A keleti Mecsek tájvédelmi körzetben elhelyezkedő hosszú hetény, valamint település részei Kisújbánya és Püspök Szent László több alkotóművészt vonzott be. 2012-ben Deák Zsuzsanna magyar köztársasági arany érdemkereszttel kitüntetett grafikus művész kezdeményezésére Hetényi Hetek néven alakult művészcsoport. Nemrégiben Bonyhádon nyílt kiállításuk. A Hetényi Hetek alkotócsoport az 2012-ben alakult, annak okán, hogy Deák Zsuzsanna, aki a legrégebb óta Hosszúhetényben élő művészünk, ő összefogta azokat a művészeket, akik Hosszúhetényben élnek, és sikerült egy ilyen hetes csoportot kialakítani, ami lényegében ez a hetes szám, ez nem azt jelenti, hogy ők heten vannak, mert igazából már többen vannak, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ekkora településként ennyi művészt tudhatunk Hosszúhetényiként. Maga a csoport az első kiállítását, ahogy említettem, 2012-ben hozta létre. Egyénileg is külön-külön országosan bemutatják alkotásaikat, de közösen is voltak már Pécsen, Pécsváradon, környező településeken. Úgyhogy igazából Bonyhádra is egy meghívás okán kerültek. 8 alkotóművel látható a művelődési központban. Észrevettem, hogy ez a vidék, a keleti Mecsek és a szép rendezett falu Hosszúhetény vonzza a művészeket, és láttam, hogy egyre többen jönnek. Pestről van leköltöző, Pécsről kiköltöző, úgyhogy észrevettem, hogy hát itt azért valamit, ha már ennyien vagyunk, kellene létrehozni, és így ezt a művészcsoportot szerveztem össze Hetényi Hetek néven. Ez 2012-ben, és egy induló közös kiállításunk volt a faluba, és azóta minden évben van egy önálló kiállítása minden tagunknak. A falu biztosította ezt nekünk, nagyon hálásak is vagyunk érte, mert egy nagyon jó kis kiállítóterem van Hosszúhetényi Művelődési Házban. Hasonló, kicsit talán nagyobb, mint itt. Úgyhogy nagyon jó lehetőség. Ezek újabb munkák, 20-as években, talán egy régebbi van, az az Esőerdő címszó alatt van, ezek pedig újabbak. Hát kidolgoztam magamnak egy speciális technikát, speciális festékkel és speciális papírra. Úgyhogy ezért ilyen nagyon tüzes, élénk színek jönnek ki, és hát szeretem a munkámat, és művelni is szeretem, úgyhogy készülök. Semmi nyomtatás nincs benne, ez papírra készül, és festékkel egy akvarell típusú festékkel, tehát vizes bázisú. A színek nagyon élénkek ebben a festék fajtában. Hát megszoktam, ez az életem, hogy ezeket létrehozom. És nagyon örülök. Örülök a saját munkámnak. Többek között szobráz, grafikus, festő, keramikus és fotóalkotások találhatók a tárlaton. Mindenkinek a munkáit szeretem, tisztelem, és ez bőven elég ahhoz, hogy meg is maradjunk egymásnak. Amióta geometrikus absztrakcióban gondolkodom, azóta mindig. És mindig abban gondolkoztam. Azt leszámítva, hogy a természeti formákból indultam. De akkor is a geometrikushoz ragaszkodtam. Tehát úgy egy pingponghoz, mint egy gömbhöz, vagy mondjuk a kockához, mint azokhoz a dolgokhoz, amiket én gyerekkoromban magamba szívtam. Nyomdász betűszedő voltam valamikor. És a betűszedés az olyan függőleges, vízszintes dolgokból állt össze, és ez adta a geometriát, adta azt, hogy minden függőleges és vízszintes, és derékszögű. Ez volt a jellemző leginkább ahhoz, amit én gondoltam, vagy meg tudtam jeleníteni, gondolatban meg tudtam jeleníteni.
A műveket június 23-áig nézhetik meg az érdeklődők hétfőtől péntekig a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.